16 millió forinttal 1,3 milliárd forintra nőtt a Tolna megyei önkormányzat költségvetése. A büdzsét tovább növelheti, az a közel 13 millió forint, amire pályázatot nyújtottak be a pénzügyminisztériumhoz. Ezt az állam a váratlan kiadásokra adja a megyei önkormányzatoknak. Összesen mintegy 300 millió forintra lehet pályázni. A Tolna megyei önkormányzat az elnyert 6 millió forintból megújítaná a tisztségviselők informatikai eszközeit és autóját, a maradék közel 7 millió forintot pedig személyi juttatásokra vagy a hivatal üzemeltetésével kapcsolatos dolgokra költi majd el. A közgyűlésen elfogadták az erről szóló határozati javaslatot. Ezeket mi több céllal szoktuk felhasználni, általában egyrészt a hivatalunk működésére, másrészt a megyei önkormányzatnak pályázati lehetőségeit ezzel a pénzösszeggel tudjuk támogatni, harmadsorban pedig egyéb kiadásaink is szoktak lenni, épületfelújítás, a működéshez használatos összegek biztosítása. Az ülésen szó volt arról is, hogy a több mint 1 milliárd forintos, több mint 10 települést érintő Sió fejlesztés hamarosan kezdetét veszi. Az utolsó pecsétek is rákerültek a nyertes pályázatokra, ugye 10 települést fog érinteni ez a Sió projekt, ezeken a településeken fogunk megállókat, vízi megállókat létesíteni, amelyet rákapcsolunk egyébként egy úthálózatos, tehát kerékpáros, országutas hálózatra, tehát sokféle oldalról meg lehet majd közelíteni ezt a területet Tolna megyében. Azt gondoljuk, hogy most már a megvalósítás elindul. A közgyűlésen szó esett arról is, hogy milyen komoly munkát végeztek az értékfeltáró közösség tagjai. Ezt bizonyítja az is, hogy a megyei értéktárban immár 423 érték szerepel, amivel Tolna megye az ország három legaktívabb megyéi közé került be. Ezt a munkát kívánják tovább folytatni és még több települést bevonni a munkába. Szó esett arról is, hogy a június 28-ai szekszádi Vára megye programon jelentik be, idén mely értékek érdemelték ki a Tolnai KUM címet. Zárt ülésen döntöttek arról, hogy az idén kik kapják meg a megye kitüntető díjait.